Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét a Hearts of Iron 4-ben, egy új sorozatban, amelyben Japánnal fogunk játszani. Erre is igaz, mint az előzőekre is, hogy korábban már volt Japánnal videó, nem is egy szerintem, emlékeim szerint legalábbis, de most egy aktuális verzióban kipróbáljuk a játékot Japánnal. Egy mod van bekapcsolva, amely a PlayerLed Peace Conference, azaz én tudom majd elosztani a békekonferenciákon a területeket, erre mindenképpen szükségem van, ugyanis különben border goal lenne az egész. Nem fogok bekapcsolni szintén az Iron Man módot, ezt egy kicsit megbántam a németeknél is, néha jól lett volna visszatöltögetni. Úgyhogy most így hagyjuk, és elindítjuk így a játékot. Nem mintha annyira nagyon visszatöltögetnénk, de ki tudja, egy-egy baklövés például ki lehet így majd küszöbölni. Úgyhogy Japánnal játszunk. Elsődleges célunk természetesen az lesz, hogy Kínát elfoglaljuk. És igazából ez lesz a leghosszasabb. Ugyanis a többi kisebb szigetek megszállása már ahhoz képest pite lesz. USA-n még gondolkodom, illetve a szovjeteken is gondolkodom, hogy belépek-e a németek segítése céljából. Ez majd még kiderül, illetve a USA megszállás is egy nagy szenvedés lesz. Meglátjuk a sorozatban, mennyire égek ki, és hogy mit tudunk összealkotni. Kezdjük azzal, hogy az összes sereget egyberendezzük. Ez nálam ilyen meta. Jó. Az összes ilyen ratyimatyi egységet ide dobjuk a japán határa, de csak a japán. A bábunkkal nem foglalkozunk. Ebből 6 egységet nem törlünk ki, hanem átrakunk alapinfantrira, visszatesszük a maradék egységekhez. Ebből kiválasztjuk a 21 egységet, akik jó formában vannak, őket letesszük Koreába. A megmaradt 9 lovasságunkat letesszük ide Nagasaki köré, és az egyetlen egy partaszálló egységünket pedig ide valahol Hiroshima köré. A páncélosok jöhetnek Tokió köré, és mindenki el van látva. Fókusz tekintetében ezzel indítunk, Push the Codal Faction. Ez stabilitást fog nekünk adni, 10%-ot. Építünk néhány civil gyárat. Mondjuk kezdésnek ezt a... mennyi ez? 7-8. Igen. 8 darabot. És elkezdjük az alap research-öket, amit minden nemzettel ezzel hárommal kezdünk, mivel nekünk van egy negyedik is. Gondolkodhatunk, hogy mit fejleszünk ki először. Hát legyen akkor mondjuk doktrina fejlesztés. Sok puska fog kelleni, úgyhogy elsősorban ezekre pakolunk. És support equipmentre. Nyersanyagból szintén sok fog kelleni. Gumit a hollandoktól. Alumíniumot a németektől. Acélt szintén a németektől. Nagyon sok civil gyárunk el fog menni importra. De majd ezen később javítunk. Egyelőre egységeket nem képzünk, ugyanis nincsen equipmentünk. Én ezt így szoktam csinálni, ezt egyébként lehet bárhogy. Én ezzel szoktam kezdeni. A épülőben lévő hajókhoz nem nyúlunk hozzá, azok jók úgy, de viszont majd újakat fogunk építeni. És ha már hajók, akkor az összes hajót egy flottába fogjuk rendelni. És ott fogtok állomásozni. Jó. Jó, itt ott van egy kis ellenállás, ezzel nem foglalkozunk. És akkor megvárjuk, amíg ez a szép kis fókusz lemegy, és lassan megyünk a spanyolokhoz. Ugyanis, bocsánat, itt közben teát is kortyolgatok. Ugyanis itt az allergia az nagyon nyomatja. Ugyanis mindjárt kezdődik a spanyol polgárháború, és beszállunk, segítünk 3 páncélos egységgel.
Ami azt illeti, ezeket már külön is szedhetjük, szóval teljesen jó is lesz. Oké, csak az új... új gyárakat áthelyezzük ide. Jó, megvolt a bölcs. Ezzel kapunk két civil gyárat, illetve gyorsabban tudunk építeni civil és militári gyárakat egyaránt. Látjátok, már kell is importálni több acélt. Tudom, hogy még ez csak mínusz egy volt, és nem annyira érné meg alapvetően, de úgyis még több fog kelleni fokozatosan. Ahogy ezt látni fogjátok közben úgyis. Azért csak ide tettünk embereket, mert pontosabban ezt hagyjuk is ezt a részét. Ezt elmagyarázom, hogyha tényleges háborúba kerülünk. Oké, research speedet boostoljuk meg. És... Pyongyang. Jó, kaptunk egy új militári gyárat, puska. Az egyenlőre nem foglalkozunk. És azt nézem, hogy van-e olyan decisionünk, ami most jó lehet, de... bepírnám. Szovjetekkel egyenlőre nem babrálunk. Szétszórt ipart fejlesztünk. Oké. És átváltunk War Economy-ra. Ezáltal a fókusz által, és ez nekünk jó is lesz, mert majd lassacskán úgyis civil gyárak helyett militarikat fogunk építeni. Még azért nem, de majd szép fokozatosan eljutunk oda is, hogy ezt meg tudjuk lépni. A kínai partaszállás egy nagy szenvedés lesz, szóval nekem van egy taktikám, amit szoktam alkalmazni. Több helyen szoktam partaszállni, és így vonom el a idézőjelesen a kínai erők figyelmét. Közben felveszünk egy Silent Workhorse-t, ugyanis nekünk kell több political power. Szóval több helyen partra szállunk, és így szétszórja az egységeit, amiket utána folyamatosan rám küld. Elfogy neki a felszerelése, és equipment hiányában vissza tudunk támadni. Egész effektíven egyébként. No, fegyvereket fejlesszük tovább. Jó, még mindig mínusz 4100-ban vagyunk puskában. És elkezdődött a spanyol polgárháború, szóval küldünk is, megígértek szerint, 3 tank divíziót. És majd ők ott hepajkodnak, látjátok, még több acél kell. Hát ez ugye a hajók miatt. Tehát ahogy más típusú hajókat kezdünk el építeni, más az igényük. Oké. 4 militári gyárat kapunk elvileg ezzel a fókusszal, szóval ez jó lesz. A ti generálatok lesz Yamashita. És a Field Marshal pedig ez a kimondhatatlan nevű. Biztos, hogy ő? Biztos, hogy ő. Jó. És neki tudunk adni Charismatic Organization First, illetve Fortress Buster-t neki, és Guerrilla Fighter-t neki. Na most azok fontos tudni, hogy ezek a tankegységek nem tankegységek, ebbe vannak gyalogok is, szóval egyébként rohadt lassan mennek. De mindegy. Majd oda jutnak, ahova kell. Két próbáljunk áttörni. Még több acél Németországtól. Jó. Több irányból próbáljuk megtámadni. Igen, és nem gyártunk light tankot, szóval... itt tegyük be a sorba 4 gyárra.
Jó. Ez kezd érdekes lenni, hogy ezt még nem tudjuk kiütni. Milyen van? Jaja. Valid. Még egy research slotot szerzünk, illetve... felviszük az Army Offense csávót. Nagy nehezen kiütöttük. Itt van három egység, azokat is üssük ki. Három research-ünk is kész van. Azt mondja, hogy fejlesztünk egy jobb repülőt. Elkezdünk egy repülődoktrinát és a rádiót kifejleszteni. Több acél kell majd. Értettük főnök. Jó. És menjünk oda. Na? Menjünk vonattal. Azaz. Jó, remek. Megvárjuk, amíg az Organization felmegy nekik, és akkor megpróbálunk itt támadni erre. Jó. Mindeközben kezd lenni equipmentünk. Gyártunk tengerészgyalogosokat, és más legyen őre. Más legyen őre, nem. Viszont a meglévő egységeket gyakorlatoztassuk, legalább ezt a 24-et, akik ott lesznek a határon. Jó, belépünk az Anti-Commentary Paktumba, és kaptunk egy új research slotot is. Ezt az építkezések sebességére fogjuk tolni. Kapunk egy kis olajat és gumit ezáltal, a fókusz által. Ez jó lesz, szintetikus finomítók, ugye? Jó lesz. Igen, beszélni most egy kicsit nehezebb, bocsánat, a hangom is más, ugye? Allergia szezon van, ilyen augusztus közepétől, hát október közepéig szokott tartani nálam. És itt még bent a lakásban nem is olyan vészes, de kint egyszerűen pusztulat. Úgyhogy... hát aki esetleg hasonló cipőben jár, akkor annak kitartást kívánok. Aki pedig nem tudja, annak pedig azt kívánom, hogy ne tapasztalj meg, hogy milyen borzasztó. Rettenet nagy szenvedés tud lenni, de... whatever. Már ki kéne húzni, de nem most. És bocsánat, itt szóval itt az energia miatt egy kicsit több vágás lesz ebben a részben, de... próbálom összeszedni magam. Ugye mondhatnátok, hogy hát miért videózok akkor. Az az igazság, hogy ez... tehát, mint ahogy említettem, ez október közepéig tart nálam. Valamikor vészesebb egy-egy nap, valamikor lazább. De olyan nap nincs, hogy ez... tehát olyan nincs, hogy hátra tudok dönni, hogy na ma tök jó lesz minden. Tehát ilyen nincs. Nincs sajnos. Na, 10 egységet lekérünk még ide. Equipmentet ez most visszadobja, de majd lesz. Infantry bónuszt kérünk. És láthatjátok, szokásos módon én ezt ajánlom, ezt a taktikát, amit jelenleg is én itt alkalmazok. Én mindig vagy itt szoktam végigmenni Madridig, vagy itt alul. És akkor tulajdonképpen, egyébként az is lehet, hogy itt errefele mész, és akkor
körbezárad őket, de a városok miatt van annyi equipmentjünk, hogy ez nem elegendő bekerítés. Úgyhogy én ezzel szoktam szórakozni, hogyha a spanyol polgárháborúban részt veszek. Egyébként egészen effektív. Na. Kihúzzuk ezt a Lysond konferenzt. Ez igazából... planning... Mit ad ez? Planning skill plusz... plusz egy az új tábornokoknak, ha jól értelmezem. Planning skill? És az melyik? Planning. Ez. Na, analista uprising van, őrületes. És... ipar. Mehetünk így is. Folyón kerjünk át. Feltétlen. Jó, oké, nem muszáj. Ti menjetek így. Akkor így. Jöjjünk szépen oda is. Nem. Te ott el fogsz vágni engem. Viszont, hogyha kijövök innen... akkor még jobb lesz. Jó, közben nem épül semmi. Építsünk még 4 civil gyárat. Lett 4 új tengerészgyalogosunk. Ti gyakorlatozzatok kérlek. A 24 egységünk ne gyakorlatozzon tovább. A 21-ből az a 6, aki még nem áll készen, ő igen. A lovasok pedig szintén. Jó, ott el is vághatjuk. Jaj, nem hallgatunk szabatont, nem. Bocsánat. Nincs ilyesmi. Ezek csak akkor mennek, amikor én játszok. Bocsánat. Na. Itt próbáljátok meg átkelni. Jobb fighter gyártunk, és ennek kifejlesztjük egyébként a névből változatát is. Oké, repülő doktrinák mehetnek tovább. Fókusz... létrehozzuk a saját factionünket. Importálunk még több acélt a németektől. Ugye Németországot próbáljuk erősíteni. Ez fontos szempont. Ilyet. Oké, elvágtuk ezt itt, szuper. De azért jó, mert itt vannak szovjetek is. Na most a szovjeteknek az egységeik így meg fognak halni. Ők nem térnek haza. Így is van, el is pusztult egy szovjet egység. Szuper! Ez kicsit morbidul hangzott, de ez van. Jó. Ipar. Nice. Ott is 2 szovjet egység, ha jól látom. És volt közöttük tank is. Remek. Menjünk ide. Te
csak oda. Jó, 10 egység leképződött, gyakorlatozás. 9 lovas megvan. Ti még nem, ti még nem, ti sem. Hogy állunk equipmenttel? Várjunk egy picit, most egy többet ne képezzünk. Ha egy mód van rá, majd később képzünk még. Jaj, igen, és... Army Logistics, az kelleni fog az attrition, az nagyon nagy lesz a... kínai hadszintérem. Amúgy az ott egy üres tartomány. Jó, meg van saját factionünk. Aláírjuk a... milyennek a pontos neve? Try Partite Pact. Akár is kell ejteni. Jó, Chinese United Front létrejött, az minket nem kifejezetten érdekel. Ezt a kikötőt elvágjuk. Amit abban szempontból érdekelne minket, hogy... azért nem mindegy, hogy ki ellen kell harcolni, de... mindegy. Megoldjuk majd így is, úgy is arra akartam célozni. Mi lehet ez a búgás? Kedves felső szomszéd. Alkot szerintem. És... Research Speed bónusz. Kelleni fog. Jó. És most már csak az analisták vannak, hát őket... valószínűleg egész könnyen ki fogjuk ütni. Vajon megkapja a Panzer Leader skillt? Nem, nem fogja megkapni. Túl hamar vége lesz a háborúnak. Amilyen irányba tudunk, abba támadunk. Olajjal kell a foglalkozunk, egyenlően nem. Exkavációt húzzuk ki. Kevesebbet kell majd importálni. Jó. És... a Marco Polo Bridge-et még nem húzzuk ki. Szerintem... kezdjünk bele a sereg fejlesztésébe. Jó, aláírták a szerződést, Németország és Olaszország is. Második szintet is kihúzzuk, illetve ha már itt vagyunk, akkor enemy air supportot csökkentsük 10%-kal, az jó lesz még. És vége a spanyol polgárháborúnak, a nacionalisták nyertek, meglepő fordulat. Jó, nyugi. Na, a négy tengerészi rogosunk szerintem rendben van. A... én akkor nem tudom miért bugol be egyébként, hogy nem mutatja a tábornokokat, ez egy új. Jó. De, halló. Miért nem mutatja lent? Ez... most nem vágom teljesen, hogy mi történik.
Jó. Újra kell tölteni a játékot, nem tudom miért volt így bebagolva. No. Ott tartottunk, hogy van 9 lovasunk. Itt van 15 egységünk, ez 21. Ti mehettek egy brigádba. Ti védekezni fogtok fullosan. Ti mentek a tankokhoz. Ti külön tábornok alá mentek. Ti is. Tankok egyenlőre sehova szerintem. És... hogy állunk a többivel? Mi a gond? Nincs több speciális forcesunk. Special forces. Hát... jó, nem baj. Akkor ez az egy fog egyenlőre gyakorlatozni. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy... ez a 10 ember... nem. Ez a 4 ember... partaszál... jó. Tehát... ez a 4 ember... partaszállott. Ez a 3 ember... partaszállott. És ez a 3 ember... partaszállott. Többiek pedig oda mennek. Jó. Ti megkapjátok... Tanakát. A field marshalokat szétdobáljuk. Ti csak védekezni fogtok, szóval nektek valami jó védekező csávó kéne. Szerintem 3-as védekezéstől nagyobb trétünk amúgy, de volt ott egy 4-es. 4-es. Jó, megkapjátok a 4-est. Elkérik a... az összes egységet a báb államainktól. Ez pont 12. Ezt a 12 egységet szintén ledobik a japán határa. Adunk nekik valakit, aki tud védekezni. Haha. És... ennyi. Ti nektek valakit, aki tud támadni. Jó, tengerészgyalogosoknak kiadjuk a... Imamurát, aki... auto supply ellen tök jó lesz. A lovasok pedig... megkapják őt. Szuper! Equipmenttel hogy állunk? Szarul a büszkém. Jó, majd még képzünk le egységeket, most egyenlőre nem, mert nem tudunk. Jó, ezt a 10 egységet szintén ide rendeljük. És egyenlőre várunk egy picit, még nem támadjuk meg Kínát egyből. A légierővel... egyenlőre őket, egyenlőre csak összevonjuk a légierőt. Hogy lássuk, miből mennyi van. Jó, hát ezek mind repülőgépről indíthatóak, szóval... repülőgépről? Szóval hajóról. Őket egyenlőre nem vetjük be, mert ők majd a hajókra jók lesznek. Elraktározzuk. Jó, megcsináljuk a Marco Polo Bridge accidentet, de... de akár ki is húzhatjuk ezeket. Gyorsabb a research speedünk, vagy pedig... ez elég jó. Jó, ezt kihúzzuk. Kapunk bónuszokat ugye a seregünkre. Igazából ráérünk támadni, úgyhogy... ezt a két fókuszt még kihúzzuk, aztán utána megtámadjuk Kínát. Legalábbis én így gondolom, hogy ez így jó is lesz. De lehet, hogy az lesz, hogy kihúzzuk ezt, utána kihúzzuk a fókuszt, amivel megtámadhatjuk Kínát Vorgó által, és elkezdjük ezt fejleszteni. Mire ténylegesen támadunk, addigra az le fog menni nagyjából, és akkor mindenki jól járt. Szerintem ez lesz most a meta. Még egyszer 10 egységet legalább kérünk.
és most már military gyárakat építünk. Lehetőleg a fejlett infrastruktúrával rendelkező területeken. És a légierő doktrináit továbbra is fejlesztjük. Te pedig mehetsz ide. Jó. Ezzel szerintem így rendben is leszünk. A hajókat majd ki fogjuk küldeni. Segítsenek a partra szállásban. És ami azt jelenti nektek, adhatunk betűpeneket, hiszen az sosem árt, hogyha van. Különösebb bónusz nem fog adni, de whatever. Oké. Okay. Több puska. Jó, hát egy acél, azt most nem fogjuk beimportálni. Most már az elég sokat importálunk, hogy ezt számítson. Akkor... ipar gyorsabban fejlesztjük. Megtörtént az Anschluss. És akkor mehet a Marco Polo. Jó, hát Németország is getting fat. Yeah, fat boy. Jó. By the way, milyen az alapegységünk? 24-es. Nem kell 24-es, elég a 20-as. De spórolunk egy csomó equipmentet, teljesen felesleges. Oké. Okay. Spomization bónusz. Nice! Mi? Mi volt az event? Mindegy, lemaradtam. Jó. Artilleryből hogy állunk? De a support artillery-t a... hát a... tengerészgyalogosokhoz mindenképpen hozzárendeljük. Ja, ez így rendben is van. Jó, most vannak új egységenket, hát ezek a bábainktól jönnek, de használjuk fel őket. Oksa. És akkor... menjünk a jobb puska irányába. Kaptunk research bónuszt. Military equipmentet fejlesszük, hogyha már úgyis háborúra készülünk. Jó, itt nem fogok tudni áttörni, ezzel nem lesz gáz. Jó. Kaptam war supportot és van war gólom is. Szuper, és akkor most húzzuk ki ezt a Supremacy of Will-t. A hajókat összerendeljük, és Yamamoto lesz a idézőes vezetőjük. Konvoj eszkortra állítjuk őket. Valamint az itt lévő repülőket kiküldjük a tengerre, és... hát hajrá! Hajókat minden támadunk. És én azt mondom, hogy most nem hívunk be semmilyen szövetségest. Mentünk egyet természetesen, mert most történhet meg az, hogy lesz valami gebasz. Jó. Mi is kilépünk a Naval Treaty-ből. És ugye a bábom nem áll háborúban velük. És ők nem is fognak rá vorgót készíteni. Úgyhogy tulajdonképpen... tulajdonképpen itt most elindulunk erre. És itt is vagyunk, elnézést, szóval... induljunk meg. Támadja arra, jó. Kötőt bevettük. Két egységgel arra támadunk. És a maradék 11-et is áthozzuk. Jó. És spameli be fel az egységeit.
Jó, hát akkor itt megragadunk. Nem baj, ez is jó. Ez jó előrelépés. Na, mindenki oda. Most partra sikerült szállni, ez már tökéletes. Na, az öt tengerészgyalogossal is partra szállunk. Lehetek itt Shanghai-ban. Jó. Van közben 10 egységünk, ahogy látom. Tudunk-e még 10-et képezni? Tudunk. És mint látható, itt tartjuk a frontot, szóval semmi gáz. Itt pedig ez szintén elmondható lesz. Mondjuk, hogyha átengednek néhány egységet oda. És felével el is kezdünk támadni. Jó, hosszú távon sikertelen lesz. Leállítjuk. Oké. Te mész oda. És az olajat. El kéne kezdeni termelni, mert gondok lesznek. Jó. Veletek partra szállunk, amint tudunk. És visszük ezt a 10 gyalogot is, hogy ők is segítsenek. Aztán közben partra szállunk itt Ningbónál is. Másik 5 divízióval. De alapvetően mindenki menjen oda. Úgy. Jó, tengerészgyalogosok elindulnak. Oké. Ezt a 10-et ide bevonjuk. Nektek rendelünk egy új tábornokot. Mondjuk... téged. Így megyünk előre szépen. És itt menjünk már át a fő túloldalára, mert ez hatalmas help lenne. Jó, átmentünk. És most kéne nagyon azt, hogy ez a másik 10 ember rohadt gyorsan beérjen, még mielőtt besétálnak oda. Sikerült. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire tudjuk tartani. Még egyébként azt meg tudjuk tenni, hogy... a 9000 lovas egységet berendeljük. Legyen az. Ajja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 jj
Jó, azt nem tudjuk ott megtartani. Meg tudjuk? Nem tudjuk szerintem. Jó, azt nem tudtuk megtartani, nem baj. Így is jó. Ezt állítsuk le. Jó. Fejezzétek be a gyakorlatozást, és utána partra szállunk. Mi nincs? Taktikál bombár, nem is lesz. No. És akkor... a dokkokat fejlesztjük. És gyorsabban épüljenek azok a militári gyárak. Ne támadjunk ki, csak álljunk meg egy helyben. Ne támadjunk ki, csak álljunk meg egy helyben. Szuper. Jó, a dokkok egyenlőre nem csinálunk semmit, majd később fogunk. Azt állítjuk. Organization jöhet vissza. 10-esével még 2 egységet legalább kiírunk. Jobb puska, valamint
Oké, és jobb artillery. Jó. És mehet a partaszállás. Ha sikerül. A picsát, onnan kiütnek minket. Azt a mindenit, erre nem számítottam. Kezdődik az, hogy is telepumpálja, szóltak minden, mit csinálunk. Jó, te mehetsz oda. Az alapegységeinek van egyébként? Van. Jó. Hagyjunk hozzájuk egy artillery-t is. Bírja még ezt a gyártás? Simán. Jó. Jó van, jobb repülő doktrinák. Oké. Fejlesszük Manchúriát, és... készítsünk egy battleship-et. Aminek adunk anti-air-t, adunk heavy battery-t, adunk... még egy heavy battery-t. Ez nem szükséges. Fire control, és ezt nem tudunk ráadni. Jó, egyenlőre szerintem ennyi. És ebből és akkor ebből építünk hármat párhuzamosan, amint csak tudjuk. Neki kezdünk. Ez sok nyersanyaggal fog járni, de ez van. Valamit, valamiért. Utána pedig kisebb rombolókat fogunk építeni. Azt nézzük meg, hogy a import szükséges-e, még nem szükséges egyelőre import. Úgyhogy ezt el is állíthatjuk. Jó. Ezt véletlenül dobtam le őket, vagy ők elkészültek? Nem tudom magam sem, mindegy. Oké. Van még itt ember. Remek, remek. És most ez egy ilyen szenvedős játék lesz, amikor is arra fogunk rámenni, hogy minél hamarabb elfogyasszuk az equipmentet kedves ellenségeinktől. Jó. Áthozzuk ide még a páncélosokat is. És ezt követően megnézzük, hogy hogy állunk a gyárak tekintetében. Szarul, de büszkén, nem baj. Jó van, építsünk csak. Még több gyárra lesz szükség, ez tuti fix. Ez tuti, hogy nem lesz elég. Úgyhogy ezeket építsük, legyetek szívesek ezerrel. Tank designet felveszünk. És megpróbáljuk azt, hogy itt áttörünk, de esélytelennek látom a helyzetet. Van annyi lightunkunk, hogy modifikáljunk egy kicsit a sereg összetételén. Úgyhogy ide teszünk be két lightunkot. Tudom, hogy ez még mindig rettentően gyatra, de egyenlőre most ezzel tudunk operálni, ami van. Úgyhogy ezzel fogunk. Na most... ezt a várost nagyon be akarják venni. Oké. Mondom, mi lesz a meta. Bevonjuk a repülőket, mert
egyszer nem tudom más csinálni. Na. Halló? Ez így nem működőképes dolog, hogy itt vannak a repülők? Mert nem mutatja, csak azért kérdezem. Oké. Okay. Jó van. Jó, hát ez itt nem fog menni. De nem is probléma, mert egyébként nem is kell neki mennie. Azt mondja, hogy... ide megyünk rá... ipar. Jó, és szórjuk szét a tankokat, ne legyenek egy tartományba, akkor mégse. Ez itt képződik. Na most szerintem, mivel itt simán bírjuk a gyűrűdést, most azt a metát fogjuk csinálni, hogy innen elhozzuk az embereket. Áttesszük ide. Menjetek, legyetek szívesek. Majd lehet, hogy az ellátmány az így kevés lesz, de mindegy. Még több acél. Oké. Na, akkor ti hatam. Mentek tovább. Menj már oda, légy szíves, aztán onnan indulj el partra szállni. Na, repülőket rohadtul kéne gyártani. Van carrier fighterünk is. Szóval ezt nem lehet külön-külön. Értem. Jó, hát mindegy. És nincs motorizedunk gyártva. Az mondjuk egy jogos felvetés. Nem rossz dolog, hogyha az ember gyárt olyat, amit használ. Alapvetően ez kelleni fog. Jó, és akkor megint csak kelleni fog a gumi. Illetve az alumínium is. Hát akkor németektől veszünk. Ők legyenek az erősek. És mi a csecs van? Ja. Na, infantry expert, kamufázs expert. Oké. Nektek tudunk-e valamit? Guerrilla fighter. Az is jó. Ti hol vagytok? Ja, ti. Jó. Tankokat kivonjuk innen, mert csak eleszik a supply-t. Vissza. Ezt leállítjuk. Jó. Légifelény továbbra is bugos. Elvileg van. Gyakorlatilag ki tudja. Jó. Mennyi embert öltek meg? Hát több mint 500 000 elvertek itt a semmire. Sose baj. Mi az? Nagyszerű. Jó, itt nem tudunk előreadni, itt sem. Tehát mondom, ez erről fog szólni, srácok. Az elején itt fogunk egy kicsit prüttyögni. Vagy talán nem is kicsit. Na, másik 10 ember. Ti is gyakorlatozzatok. Jó. Ezt a 10-et vonattal idehozzuk. Mert ti lehet majd segítetek a parti szállásnál. Vagyis nem csak lehet, hanem egészen biztosan. Na, kettő arra megy, kettő arra megy, kettő arra megy.
Szuper. És tét hatam. Mehettek is arra felé. Jó, ennek a tízemet, most titeket ide kell rendelnem, már nem tudok máshova. Ti megkapjátok ezt a tábornokot. Ezt még tudjuk terebélyesíteni is? Hát akkor miért is ne? Tudjátok, hogy gyertek ti is ide, whatever. Kell támadni. Szuper. Azt mondja, hogy... Jó, mehetünk tovább a déli csapásos doktrinánkkal. És teljes méterekben az ipari cuccokat fejlesztjük. Jó, nézzük ground support, night operation. Legyen ground support. Mindig nem látjuk, hogy a repülőkkel mi van, mindegy. Jó, ezt a 200 fighter durván még beküldjük. Titeket pedig átküldünk oda. Csak hogy izgalmas legyen a dolog. Jó, ezek itt tartják magukat, hát az organizációnak olyan amilyen. De abszolút bírják a gyűrődést. Még mindig van equipmentünk, szóval én egyszer 16 embert is szintén szeretnék kérni. És ugye merül fel a kérdés, hogy miért nem a bábomnak az embereit használom, és ez nagyon jó pont. Majd fogjuk használni őket. Ami azt illeti, hogy ezt már használhatjuk is, és akkor nektek adunk egy Engineer Company-t. Ezek teljes mértékig csak ilyen... Nem is tudom... Partvédelmi egység. Csak ugye ez az a baj, hogy most el fog fogyni a support equipmentünk. Jó. Akkor ezt hagyjuk egyenlőre. Hát ha már egy is mínuszba vagyunk support equipmentből. Csináljuk meg... Ezt nem cseréltem le? Nice. Csináljuk azt, hogy tegyünk még ide két gyárat. Aztán majd meglátjuk a többit. Jó. Te mehetsz oda. Üzemanyag az nincs, de majd lesz. Ez a jó hír. Majd lesz. Jó, Csehszlovákiát felosztották. Magyarország nem kapta meg csak Kárpátalját. Shame. Ez plusz egy gumit ad. Nem. Nem. Fejlesztünk ki egy jobb light tankot. Azt fogjuk spamelni. Ja. Ez itt meg is történt. Jó, kettő ember arra megy. Kettő ember arra megy. Maradék három pedig támad erre. Erre. Aztán meglátjuk, hogy ebből mit tudunk alkotni. Ti pedig támadjatok arra. Nyilván ebből négy egység oda spammerődött, ugye itt is mindjárt teleportálnak be az egységek. Már alig várom. Ugye már mennek is. Indul a teleport. Nem hiszem el, hogy... Tehát nem hiszem el, hogy pont azon az egy tized ponton múlott. Hogy pont meg tudta akadályozni. Egyébként szeretem ezt a játékot, és én szoktam ezt ugyanúgy alkalmazni az AI ellen, de egy rettentően irritáló szarfasság ez már, bocsánat. Jaj, bocsánat. Na jó, nyugodjunk meg. Jó.
gondolom itt azért nincsen, tehát itt nincsen infrastruktúra. Itt szintén nincs, úgyhogy ezt építsük már meg. Legalább egy ötösre. Jó, kötünk egy nonenerges sömpaktet a szovjetekkel, de ez le fog járni addigra, mire ténylegesen megtámadnánk őket. Acél kellene még több Németországtól, tehát ez már brutális. És alumínium is, a magyaroktól nem tudunk valamiért. Jó, hát importálunk mindent, mit tudunk tenni. 15 gyárunk maradt, fantasztikus. Nyersanyag kellene, nagyon brutálisan, mert ez így nem lesz jó. Nem lesz gáz, csak nem. Na! Itt sikerült elvágni, úristen. Szuper. Jó, ott maradhatszok ott. Maradhatszok? Maradhattok ott. Oké, ezek milyen egységek? Ez milyen egység? Egyébként nem is annyira rossz. Azt gondolná az ember, hogy azért rosszabb van nekik. Hát itt ezt nem fogjuk áttörni, de mindegy. Megpróbáljuk. Áttörni, csak ugye az lesz, hogy behozza innen meg onnan. Ezért nem tudjuk. Jó. Early Destroyer. Whatever. Járthatjuk azt, aztán majd kifejlesztjük a jobbat. Most már nem kell annyi acél valamilyen oknál fogva. Szereztünk valahonnan acélt, vagy? Ja nem, gondolom most készült valami hajó. Okay. Hát, ők nem bírják. Túlnőzett Rishon. Ők meg nem bírnak vele. De beküldjük őket megint. Nem! Ja. Ügyes. Ügyes az AI. Valóban profi. És azt mondja, hogy Non-Core Manpower az kelleni fog. Szuper, jó, megfogtuk itt őket, nincsen gáz. Innen majd a lovasokat lehet, hogy áthozzuk ide. És akkor itt azt le tudjuk fedni az egészet, aztán még egyszer partra szálltunk valahol, mondjuk itt. Szerintem próbáljuk meg azt, hogy a lovasok átjönnek. Aha. Jó, nem, akkor így. És majd ezt a 10 embert rendeljük oda. Jó, kaptunk egy non-erges impactet a szovjetektől. Jó, nem, te maradtok, haló, haló, haló. Jó, ti átjöttetek. Most titeket beolvasztunk. Jó. És ezt a frontot mergeltük, szóval ezzel a 7 tengerészgyalogossal. Innen ide partra tudunk szállni, és ezt el is tudjuk vágni. Tudunk neked adni valami érdekeset? Nem sok mindent. De adtunk. Jó. Neked tudunk-e valamit? Nem tudunk. Neked sem. Nektek igen, de... nincs komoly jelentősége. Infantry expert. Jó. Vérkezzetek. Oké. Neked. Ez elég jó. És
egyelőre ennyi. Jó. Sziáma a szövetségre lépünk, ha tudunk. Több olaj. Több Balaton. Kevesebb. Na, titeket ide rakunk. És ti mentek oda. Nice. Teljes fronton támad Kína, esélytelen. Nem fog tudni csinálni semmit. Jó, a kikötőre húzunk egyet. Nem csak ide, mert ott nincsen gond. Így. Egyébként ezt most is el tudnánk foglalni, de... mindegy. Azonnal megy reinforce-olni, hihetetlen, hogy ennyire gyorsan reagál ez a... Lengyelország elutasította az ultimátumot. Megint. Nézd meg. De hihetetlen. Na. Ezen. Adunk neki egy jó erős mingent, egy engine-t, két armort és maximum megbízhatóságra törekszünk, mert ezt rohadtul kelleni fog. És... viszont ez a speedjét nagyon redukáljuk, jó. Akkor plusz speed. Jó. Ezt fogjuk összerakni. Közben egy médiumot is kifejlesztünk, biztos alapon. Még ma lehetséges, hogy ezt az egy... nem, tehát azt nem fogjuk kiütni. Megértettük főnök. Semmi gond. És... több gumi. És nincsen gáz sehol, szóval nyugalom. Ez mindjárt elindul. Igen. Nyilván. Nem volt a fedettség, jó? Elesett. Na jó. És igazából sikerült több helyen ugye most partra szállni. Szerintem a következő epizódban annyit fogunk csinálni. Ő is ezt itt lezárjuk. Hogy áttörünk bizonyos helyeken, amint elfogyott a szekvipmentje. Például ilyen helyeken. Bekerítjük kisebb részekben az seregeit. Például itt is lehetne erre fele csapni. És a bekerítésekkel megtizedeljük. Majd végül csak benyomulunk Kína belső területére. Nyilván ez most nagyon egyszerűen hangzik. Nagyon sok az embere. És ugye... mindenki mellette van tulajdonképpen. Szóval nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy most elmondtam. De ezt fogjuk csinálni. A következő részben szerintem kivégezzük Kínát. Ezt itt befejeztük. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. És a következő japán epizódban találkozunk. Sziasztok!